A fürdő napját ünnepli a Magyar Kanizsai Gyógyfürdő Speciális Rehabilitációs Kórház. Ebből az alkalomból adták át rendeltetésének a fürdő felújított iszapkezelési szárnyát. Egyben ez volt az apropója annak, hogy a Magyar Kanizsai Gyógyfürdőben látogattak Veszna Kopitovics tartományi egészségügyi és szociálpolitikai titkár, meg Miroslav Arszin tartományi gazdasági és foglalkoztatási titkár. Az iszapfürdő rekonstrukció során új hidromasszázs kádat is beépítettek. A munkálatok összköltsége kis hiány 13 millió dinár, ebből a tartományi költségvetésből 6 millió dinárt biztosítottak. Ezzel az iszapfürdő felújításának csupán az első szakasz ért véget, hiszen a gyógyfürdő vezetősége a speciális rehabilitációs kórház részlegén további rekonstrukciós munkálatokat tervez, amivel magát az egészségügyi intézményt kívánják versenyképessé tenni a gyógy- és fürdőturizmus piacán.